Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, mielőtt megkezdenénk ezt a beszélgetést, egy rövid bevezetővel tartozom, mégpedig azért, mert tegnap előtt én is azok közé tartoztam, akik végignézték a magyar-kanadai hoki meccset, mégpedig azért, mert hogy ugye csak-csak hoki rajongó, illetve sportrajongó minden székesfehérvári, meghűve tapasztaltuk, hogy ott voltak a fiatalok ismét a csapatban, tehát Sárpáti, Könczel, Terbos, Szabó Dani, Vokla Roland, illetve a Krisz Bodó és Brensz Orbán, Orbán nekünk most már természetesen, akik ugye nem játszottak az A csoportos VB-n, illetve csak 10 voltak, akik az A csoportos végén szerephez jutottak, abból 2 kapus, ami rendkívül érdekes. Még érdekesebb, az eredményen túl természetesen veszítettünk, hogy az Európában játszott, tehát KHL-ben, illetve az összes többi svéd északi ligákban játszókkal, helyek közel Pariban voltunk. Hogy miért mondtam el ezt? Azért mondtam el, mert a mai vendégem tehet arról, jó értelemben természetesen, hogy ezek a mai magyar fiatalok igenis felveszik a versenyt a világsztárokkal. Nem véletlenül mondta Dave King a mérkőzés után, számtalan interjú készült vele, hiszen ő egy csodaedző, egy legenda, a kanadai válogatott mestere, hogy a magyar válogatott nagyon jó úton jár. Ennek tükrében köszöntöm Énekes Lajos, szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Na ezért volt ez a hosszú bevezető, mert ez igazából a te korosztályodnak, annak az edzői garnitúrának köszönhető, akik ezeket a fiatalokat felnevelték, és ezt ezúton is köszönjük. No de, akkor kezdjük el, hogy miként lesz az edző. Az edző a játékosból lesz, mégpedig egy olyan játékosból lesz jó edző általában, aki komolyan vette természetesen, akiben ott lappangott, ott lakozott az a tehetség és az a szorgalom, ami játékosként is jellemezte. Ez gondolom nálad is így volt. Játékosként is szorgalmas játékosnak számítottam, én azt gondolom, illetve a akkori edzőimtől ezt a visszajelzést hallottam elég sokszor. Akkor is jól esett, igyekeztem mindig mindent megtenni avval a feladattal kapcsolatban, amivel megbíztak akkor épp a jégen. Ki volt, aki hatással volt rád? Hiszen a te egy legendás korosztály voltatok, akiknek már voltak jó edzőik, nem lebecsülve egyéb iránt a korábbi esztendőket. Hát nekem a Zocskai Gábor volt az első edzőm, illetve amikor alakult Fehérváron a jégkorong szakosztály, akkor megnyitott a jégpálya, 76-ban, 77-ben szedték össze azt az első magot, azt az alapot, aki itt Fehérváron kezdte el a jégkorongozást. Hát itt egy ilyen komolyabb baráti kör, akkoriban megingattuk egy kicsit a kerékpáros szakosztályt, mert elég sokan egyszerre hátikazoltunk versenykerékpárosból, jégkorongozóvá. És egy jó páran ott is maradtunk, köztük akik közül még ma is jelenlevő személy, ez a Kóger Pista, vele együtt ő is a fehérvári kerékpártól érkezett a jégkoronghoz. Jégkorong előtte nem volt, de játszottunk már akkor is, hobbi szinten persze, elég kis kezdetleges formában. Kóger Pistának elmeséltem, hogy én például falusi gyerekként, ugye nekem bakancskorcsolya csavaros volt. Pont így. És arra vártunk, hogy a sárvíz kiöntsön, vagy legyen valami belvíz, ami könnyen és gyorsan megfagy. Ti hogy kezdtétek egyébként? Hogy húztál korcsát először? Nagyjából így történt ott a Sóstó jegén télen, amikor a kerékpáros időszakban ilyen átmeneti felkészülési időszak volt. Télen nem voltak versenyek, akkor volt rá idő, mód, szórakozás gyerekként, ott a Sóstó jegén csúsztunk. Azért először a kerékpáros edzések sokat segítettek, ugye? Hát én azt gondolom, hogy igen, de hát akkor azért az időtájt mindenki sportolt, minden egyéb mást is, tehát fotballoztunk, kerékpároztunk, korcsolyáztunk, minden mást csináltunk, foglalkoztunk iskolai szinten is, a sporttal onnét is mentünk, kosárlabdáztam is, mindenfélét csináltam, de aztán 77-től már
megvolt a fő csapás. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy, tehetségesek vagytok, hiszen egy olyan korosztályt képviselsz, Kolger Pistét, tehát 64-e, 65-ös korosztály, 66-os, akik azért letették a névjegyüket. Köszönöm szépen, hogy tehetségesnek könyveltél el, de igen, a korosztályos szinteken azt gondolom, hogy jól teljesítettem abban az időszakban, illetve hát be tudtam kerülni a felnőtt csapatba, és ott azért jó pár évet le tudtam húzni. Voltunk egy jó páran, azt gondolom, akik sokat dolgoztunk, sokat tettünk a hokiért, de cserébe mi is nagyon sokat kaptunk a sportáktól. Egy kifejezetten jó társaság volt, mindig szerettünk együtt tartózkodni, különböző olyan elfoglaltságokat találni, ahol itt a csapattársakkal múlattuk az időt. Hogyan lehetett fejlődni? Mennyit edzettetek egyáltalán? Hiszen ti még félprofik voltatok, mondhatjuk. Így pontosan. Hát akkoriban azért az irányt mindig az adott időszakbeli edzők mutatták, de mindemellett én azt gondolom, hogy az fejlődött a legtöbbet, aki nem csak azt a munkát végezte el, amit kiszabtak rá az edzők, hanem mellette foglalkozott a sporttal, a saját szintjén fejlesztette a különböző hadszíntereken az ügyességét, de mindenféleképpen kellett hozzá, hogy szeresse az ember azt, ahol van, szeresse azt, amit csinál, és hát azt gondolom, hogy ennek az eredménye lett az, aki tudott, ott maradt a csapatnál, illetve tovább tudott. Az edző, miként emlékszel, az edző szava mindig szent volt? Igen, mindig szent volt. Volt nagyon sok edzőm játékos koromban, de hát a Zocskai Gábor nevére egyértelműen emlékszem, hát ez természetesen annak is betudható, hogy a mai napig is ővele dolgozom. De edzőként is azt gondolom, hogy maradandót nyújtott nekem, mivel mi gyerekekként akkor még azért nem annyira voltak elképzeléseink arról, hogy mitől hogyan leszünk jobbak, illetve milyen mennyiségeket kell ahhoz dolgoznunk, hogy fejlődjünk is. A rutinból átvettél valamit? Azoktól az edzőktől, akik téged neveltek, tanítottak, segítettek? Én azt gondolom, hogy igen, mindenkiből ragadt rám valami olyan, ami az ő személyisége, ami meghatározta az ő személyiségüket azokból a pontokból. Én azt gondolom, hogy egy valami hiányzik a mai napig belőlem, hát most, hogyha ezt a játékosok nézik, akkor azért ahogy a szigor. Én azt gondolom, hogy voltak olyan edzők, akikkel együtt dolgoztam, akiktől sokat tanultam, de nem érzem magam mindig elég szigorúnak ahhoz, hogy mint egy edzőnek kéne lenni. Tehát azt mondod, hogy megengedő vagy, és ez néha ellentétes. Még nem is így mondom, hogy megengedő. Kevésbé vagyok az olyan kiélezett szituációkban, kevésbé tudok úgy felpörögni, annyira felbőszülni, mint amennyiszer kéne, azt gondolom. Meg annyi jégkorong mérkősen jártam én is, hát nyilvánvaló, azt vettem észre, hogy a közönség, ez az egyetlen csapatsportág Székesfehérváron, amely soha nem pártolt el a csapattól. És mindig körülbelül összeszámoltam, és nyilván lehet, hogy tévedek, de általában 90% felett van a nézőszám, a nézettség a mindenkori befogadó képességhez mérten. Ez azért óriási dolog, és azért említem meg, mert én azt mondom, hogy ez kellő motiváció a játékosnak, ha mindig zsúfolt ház van. Ez legyen Ébel, MOL most már ugye kevesebben, de amíg nem volt Ébel, addig a MOL meccseken is zsúfolt ház volt. Mégpedig azért, mert hogyha belegondolunk itt azért a videóton menetelése, szárnyalása, kiesése kapcsán is, ugye az UEFA ott volt 20 000, 25 000, aztán most meg, hát amíg itt voltak Sóston, 500 néző, 800 000
egy kezemen meg tudtam számolni, volt, hogy a VIP-ban többen ültek, elnézést kérek mindenkitől, aki ezt magára vette, mint a nézőtéren, kivéve a Red Blue Devils-t. Na most ez a jégkorongnál nem fordulhat elő semmiképpen sem, függetlenül, hogy most eredményes, kiugróan eredményes a csapat vagy sem. Mit ad a jégkorongnak a szurkoló? A jégkorongnak a szurkoló. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kapunk a szurkolóinktól, kedveljük őket. Ez megkívánja ezt a csapat építésénél, a vezetők nagyon jól látják, illetve próbálják kezelni, hogy mindig legyen olyan helybéli nevelkedett, vagy esetleg visszatérő helybeli játékos, akiket esetleg jobban szeretnek a nézők, avval együtt is, mint csapat, úgy teljesítsünk mindig, hogy a nézőket mindenféleképpen szolgáljuk ki. Ők most már nagyon régóta állnak mellettünk, nagyon sokat járnak mérkőzésekre, sok jégkorongot láttak, és azt hiszem, hogy vannak annyira szakértő nézőink, hogy meg tudják azt ítélni, hogy ez a csapat valóban mindent megpróbál őértük, magukért, a jó eredményért. Elválik az a csóbúzától, mondhatjuk. Így van, mindent szép. Megpróbál megcsinálni a jégen, tehát csúszik-mászik, ha kell, és hát az idén is tapasztaltuk már azt, hogy amikor nem úgy ment, fáradt volt a csapat, nem látszott rajtunk ez igazán, akkor azért komoly visszajelzést kaptunk a nézőtérről e tekintetben, persze volt más gondunk, bajunk is, többnyire inkább abban foglalkoztunk, hogy fogunk kijönni ebből a gödörből, de ezek a visszajelzések mindig pontosan tükrözik azt, amit a pályán mutatunk. No, akkor beszéljünk az edzőkről. Egy felsorolás következik. Jaskó, Sajbán, Cortina, Dvorák, Széter, Tolvanen, Raymond, Primo, Weinstock. Így van. Csupa külföldi edző. Így. Nem akarom, hogy most külön-külön felsorolt, hogy kitől mit lehetett tanulni, hiszen nagyon sok mindenkivel dolgoztál együtt. Mellette még egyéb kapusedzők. Meg kapusedzők. Most csak a vezetőedzőket soroltam szándékosan. Mi az, amit ők hoznak? Hiszen itt van köztük kanadai, volt köztük cseh, finn, német. Svéd. Így tehát van. A hoki nemzetek képviselői itt voltak velünk, nyilvánvaló, hogy kaptunk tőlük. Mi az, amit egy másodedző, egy edző kap? Hiszen ez rengeteg stílus. Hát a másodedző az természetesen megpróbál mindig, úgy, ahogy egy jó kollega, illetve egy jó beosztott, mondhatom így, a főnökének az elvárásainak megfelelni. Tehát megpróbálja őt azon a szinten kiszolgálni, amire egy ilyen vezetőedzőnek szüksége van. De mindemellett, hál' Istennek, le is kopogom, az összes edző, akivel együtt dolgoztam, idővel partnernek tekintett, természetesen meg kellett ismernünk egymást, de volt, aki már úgy érkezett, hogy tökéletesen elfogadott, és azonnal, ami nagyon jól esett, hogy a véleményemet kérdezte játékosokról, játékról mindennel kapcsolatban, és sokszor innét indította a munkáját, ami én azt gondolom, hogy nekem megtiszteltetés volt, hogy egy olyan név, mint például a Ted Széter is, aki NHL edző volt, NHL döntőt játszott, nagyon sokat volt a jégkorong fellegvára mellett is. Tehát tulajdonképpen veled kezdődik minden. Hiszen az alap, abban az értelemben mondom, mondanám. Ezt én elmondom, hogy miért gondolom. Te ismered a meglévő játékos állományt. Megérkezik az edző, akinek nyilván vannak elképzelései, más taktikát szeretne, más támadás variációkat, más védekezést, és az ahhoz keresi a megfelelő embereket, kihez fordul. Értelemszerűen nyilván a Csicsó ott van, mint örök, kös első számú vezető, de azért ott van a másodedző, aki viszont napról napra a játékosokkal dolgozik. Ezért mondtam, amit mondtam. Így van, hát sok játékost már kisgyerekkora óta ismerek, illetve hát a csapat körül tevékenykedem most már lassan 40 éve.
mint játékos, mint edző, de mindig ott voltam. Avval együtt edzői szinten is sikerült, már voltam A csoportos jégkorong világbajnokságig eljutott tréner, illetve itt az Ebel csapat mellett is hosszú éveket töltöttem. 12 esztendeig voltál másodedző, ez nagyon hosszú idő. Így, ezt azért elismerik azok a trénerek, és akik... És 5 esztendő a válogatott mellett. A válogatott mennyiben más, amikor a nemzetet képviselsz? Most nem a himnusz szeretetét, illetve méltóságát kérdezem, hanem azokból a játékosokból, akik különböző klubokból jönnek össze, az nagyon-nagyon komoly feladat összegyúrni egy világversenylőket. Azt gondolom, hogy nagyjából lehetetlen is úgy összegyúrni, ahogy azt, hogyha lenne rá lehetőség egy hosszabb időszakban együtt dolgozni mindenkivel, akkor azért ez, én azt gondolom, hogy még jobb is lenne. Voltak olyan országok, például az orosz jégkorongban is, amikor a válogatottat egy éven keresztül együtt tartották, együtt edzettek, éltek, laktak, mindent csináltak. Úgy tudták a maximumot kihozni. Most a válogatott mellett azért erre hetek vannak, csak egy pár hét, jó esetben 2-3 hét a világbajnokság előtt felkészülés. Hát ott mindig az edzőknek kell úgy megválasztani a csapatot, hogy ne csak a játékosok játék erejét vegyék figyelembe, hanem azt is, hogy az adott játékosok csapatként a leginkább összerakhatóak legyenek, tehát a társaság is olyan legyen, aki képes harcolni egymásért. Tehát ez az egy tucatnyi év plusz az 5 év a válogatott mellett, az teljes embert kíván mindenképpen. Melyek voltak azok a kiemelt feladataid, amit például a válogatottnál rád várt mindig? Hát én azt gondolom, hogy ez a kiemelt feladat úgy nincs ebben a formában. Nálunk a jégkorongban, legalábbis én is még abban az időszakban dolgoztam a válogatottal, ameddig maximum 2-en, a világbajnokságokra 3-an voltunk trénerek, hogyha megnézed, akkor ez ma úgy néz ki, hogy van mindenféle edző. Hál' Istennek, most már a csapat mellett külön foglalkoznak a fizikai, a száraz fizikai részekkel, a videó részével, tehát mindenre külön ember, 6-7 tréner van a válogatott mellett, ami abban az időben még nem volt lehetséges, ott azért még más volt a költségvetés, sok minden, amiben nem fért bele. Most hál' Istennek megteheti a jégkorong, meg is teszi, és ez további segítséget jelent a jelenlegi válogatottnak abban, hogy még kiugróbb eredményt tudjon elérni, illetve hogy most minden egyes ember a saját területével esetleg többet foglalkozhasson. Akkor, amikor én voltam ott a válogatott mellett, akkor mindennel kellett a fizikai részekkel foglalkozni, tehát a nem a jeges oldallal, hanem az erőnléti oldallal, illetve mindemellett ugyanúgy a jégen elvégzendő területekkel kapcsolatban is mindig közösen beszéltük meg, hogy mi történik, illetve ki mivel fog a szintváltás, az kicsit olyan, hogy CBA, nem mint az üzletlánc, az ennél jobb, vagy fölfelé. Melyek azok a különlegességek, ami a feljutó csapatot jellemzi? Tehát a C-ből B-ben rendben van, az azt hiszem, hogy a mi osztályunk most még jellemzően, mert az A az bravúr, mármint a legfőbb A osztályt, nem a divízió 1-est mondom. Mi az, ami vár rátok, vagy várt rátok például a feljutáskor? Amikor feljutottunk, hát az egy abszolút nem várt eredmény született, tehát úgy nem várt, hogy remélt, mindenki álmodott róla, mindenki szerette volna, mindenki mindent megtett érte, és hát adott pillanatban összejött minden, a szerencse is mellénk állt olyan esetekben, amikor a egyéb
megrendezések elől világbajnokságokon esetleg nem volt mellettünk a szerencse, itt minden mellettünk volt. A társaság is olyan volt, ahol azt gondolom, hogy kifejezetten jól lett összerakva a csapat. Mindenki tudta, hogy csak magunkra vagyunk utalva, nem voltak szurkolóink voltak, természetesen néztek minket ugyanúgy, mint mindenkor máskor, viszont ott Japánban volt kint egy pár újságíró, tévés, és kész, senki más. Tehát nem hallottuk azt, viszont mindenki tudta, mindenki érezte, hogy otthon nagyon sok olyan ember van, aki mindent megtett azért, hogy ez a csapat oda kerülhessen, úgy szurkolt, úgy dolgozott, úgy állt a csapat mellett esetleg, hogy ez sikerülhessen. Lenyűgöző volt. Mindenki érezte is ezt, de mondom, mielőtt elindultunk, ez abszolút nem volt benne a képben. Mindenki álmodott róla, természetesen mindenki remélte, szerette volna, de azt gondolom, hogy ez saját magunknak is egy olyan kellemes meglepetés volt, illetve egy olyan álom elérése az időtájt, ami akkor azért nem ez volt a realitás. Tehát akkori magyar válogatott azért még nem állt azon a szinten, ahol most már kimondhatjuk lassan, hogy igen, reméljük most már abba esetleges liftező, egyszer-egyszer maradó zónába bele tudunk kerülni. Essék, már kivonatosan már beszéltünk róla, a beugrásaidról, ugye 2007-2009, aztán még egyszer. Ilyenkor mit gondol a másodedző, amikor megbízzák, hiszen reménykedik abban, hogy esetleg mégis ő lesz a befutó véglegesen, vagy pedig tisztában van azzal, hogy most ez a lehetőség adott, ezzel élni kell, ugyanakkor esély sincs arra, hogy véglegesen első számú vezető legyen a csapatnak. Én nem gondolom, hogy biztos van olyan másodedző, aki ez esetben reménykedik, illetve készül arra a tovább lépésre, hogy ő valahol vezető tréner lehessen, de hogyha jól átgondolod, nem igazán találsz olyan egyéb sportban sem, de jégkorongban sem olyan vezetőedzőt, aki adott helyen 1-2-3-4 évnél tovább ki tudja húzni, mint vezetőedző. Én azt gondolom, hogy én ezt láttam reálisan már az időtájt is, és soha nem is akartam annyira abba a pozícióba keveredni, ami esetleg a pár évvel múltával nehezebben lett volna kezelhető. Természetesen igyekeztem akkor is megfelelni az elvárásnak, a megbízásnak, mindent megtenni, úgy, ahogy én azt gondolom, ez sikerült is, bár csodákat ez időszak alatt egy beugró vezetőedző soha nem fog tudni tenni. Akkor is, hogyha esetleg jobb eredményeket mutat a következő időszakban a csapat, az azért badasság lenne, hogy bárki azt gondolja, hogy egy beugró másodedző csodát tett ez alatt a pár nap alatt. Ez soha nem lesz igaz, soha nem volt igaz. Vannak ilyen mentális oldalai egy edzőváltásnak, ahol egy csapatból ilyenkor esetleg felszabaduló érzelmeket tudnak a játékba beletenni, belevinni, és ez plusz erőt adhat azokon a mérkőzéseken. Van, amikor ez nem így sül el, de azt gondolom, hogyha ezt a részét jól kezeli a beugróedző, akkor még sokan azt is gondolhatják, hogy szeretne oda kerülni. Illetve hát az jó dolog, hogyha úgy dolgozik valaki, hogy körülötte, a sporták körül lévők azt gondolják, hogy na, biztos vagyok benne, hogy ő most oda kerülhet, mert olyan jó. Persze lehet, hogy tudásba megfelel, avval együtt én azt gondolom, hogy mindig kell a játékosoknak egy olyan friss arc, idézőjelben friss, aki 1-2-3 évig dolgozik vele. Ezeket az embereket, mivel annyira nem ismerik, nincs összekötve a múltjuk, az életük, valamiért egy kicsit jobban tiszteletben tartják. Beszéljünk egy kicsit arról, ami lángol a vita, a
többi sportágban. Légiós vagy nem légiós. A jégkorongban ilyen vita nincsen. Én azt vallom, helytelenül teszem, hogy ahol az utánpótlás nevelésre nagy hangsúlyt vetetnek, már pedig a volánnál ez így van, ott a légiósra szükség van. Egyrészt valakire azért kell, hogy hasonlítson, és ne csak a magyar sztárokra, hanem akarjon olyan lenni, mint a légiós egyik oldalról, tehát húzóerő. És azért, ha itt a neveket nézzük, akiket az elmúlt esztendőkben honosítottunk, a Vers mondjuk nincs itt, de a Sarauertől a Benhem, stb. Nem sorolom. Nagyon sokat tanulhattak a fiatalok. Egyetértesz azzal, hogy a légiósokra szükség van? Hála Istennek ilyen vita nincs egyébként a jégkorongban legalábbis. Én azt gondolom, hogy egyelőre nincs, avval együtt van visszhangja, és én ezt jó dolognak tartom, előrelépésnek, hogy a magyar játékosoktól hallani azt vissza több helyről, hogy szeretnék, hogy esetleg kevesebb légiós érkezzen, és ők több lehetőséget kapjanak, illetve éreznek magukban olyan önbizalmat, hogy ezt a szintet esetleg ők is meg tudják lépni. Persze kellenek ezek az igazán nagy nevek, akikre mindenki fel tud nézni, akitől mindenki tanulni tud, illetve esetleg példaképnek tartja, teszi maga elé az ember, és tud utána menni, hogy ne, természetesen kellenek. Illetve hát per pillanat nem kérdés még, de azt gondolom, hogy az idő előre haladtával most már, hogy elég sok jégkorong csapat van Magyarországon. És eljön szépen elég... a fiatalok ideje. Így van, így van. Egyre több fiatal érik. Sárpád kék korosztálya, Erdély Csanád és a többiek. Ez egy zseniális fiatal korosztály. Annál inkább nehezebb lesz majd a légiónak elfogadtatni magát, megfelelő teljesítmény nélkül természetesen akkor is el fogják azt fogadni, aki ideérkezik, mint légiós, kiszorít egy-két régi csapattársat, barátot, viszont olyan teljesítményt produkál a csapatban, ami mindenkinek segít, mind a játékosoknak, mind a csapatnak az eredmények szempontjából, stb. Én azt gondolom, hogy az ilyen embereket a későbbiekben is el fogják fogadni, viszont aki csak mint légiós érkezik, nem megfelelő az, amit letesz az asztalra, azzal kapcsolatban egyre nehezebb lesz azoknak az olyan légiósoknak, akik nem igazán minőségi légiósok, egyre nehezebb lesz eladni magukat. Tehát a tucatra nincs szükség nyilvánvaló. Nem lesz, így van. A fiatalok nevelésében azért otthon vagy. Most ezek a fiatalok, akik most csak a Voklát mondom, ez egy zseniális történet az övé is. De sorolhatnék másokat is. És ez nektek köszönhető jó szerivel, mert hogy egyrészt megvan az a motiváció, hogy honnét, hova kell eljutni, ha valamit szeretnél, mert csúszkálni nem érdemes, és ezt ők már tudják. Azt gondolom, hogy köszönöm szépen, hogy megemlíted itt is, hogy ezt nekem is meg kell köszönni. Dolgoztam velük, bár 2 évet töltöttem a 18 éves korosztállyal, azon kívül csak a felnőttekkel foglalkoztam. Szerettem, imádtam azt az időszakot is, viszont teljesen más munka az utánpótlás, mint a felnőtt csapat edzősége. De avval együtt nagyon sok, egyre több képzett kollega van, aki ezekkel a gyerekekkel foglalkozik, egyre több gyerek kerül be a jégkorongba, egyre több csapat indít ilyen utánpótlás egyesületet, ahol még esetleg felnőtt csapat nincs is, és ezek a gyerekek is a kor, illetve a tudás elsajátításának egy szintje után már esetleg komolyabb csapat mellé szeretnének kerülni, illetve itt is egyre többen nevelkednek ki, ami én azt gondolom, hogy azt igazolja, hogy nagyon sok edző dolgozik, és egyre jobban ezekkel a gyerekekkel. Ettől lesz jobb a majd ettől is jobb lesz a magyar jégkorong. Köszönöm szépen. Török Lacitól kérdeztem néhány hete, amikor itt járt nem, hogy mi a kívánság, mit kívánjak. Nem mintha el tudnám intézni, csak úgy kapásból, de azért ő azt kívánt egyébként, én azt kívántam neki, és egyetértettünk, hogy egyrészt jó VB szereplés, végre egy olimpia, hogy élje még meg. Az Ebelben ő 8, én a 4-et, és ő a 4-et mondta, én a 8-at.
Neked mit kívánjak akkor most? Én megmondom őszintén, most per pillanat ez a Zebel 4 egy kicsit nem tűnik reálisnak. Avval együtt én azt szeretném, hogy ezzel a társasággal, akivel az idén nekifutottunk, itt most azért egy jelentős átalakulás történt ezzel a csapattal kapcsolatban, hogy ezek a tervek sikerüljenek, tehát a vezetőség által is megálmodott, illetve az edzők által kigondolt formában, és hát most per pillanat nem állunk a legfényesebb pozícióban, de én azt gondolom, hogy egy olyan kisebb út elején állunk, aminek a végére odaérhetünk ehhez a bűvös négyes számhoz. Én azt gondolom, hogy ezzel már így elégedett lennék, de hát te is tudod. VB Olimpia. Közben jön meg az étvágy, és hát ha már majd a négybe leszünk, akkor beszéljünk róla még egyszer. VB Olimpia, hát a VB-vel kapcsolatban, mint említettem, ez, hogy egy kicsit stabilizáljuk ezt a zárcsoportos. Nem baj, hogy kiesünk, csak jussunk fel. Így van, nem baj, jól nem fog esni. Nem nagy baj, hogyha hamar vissza fogunk tudni lépni, és előbb-utóbb akkor már úgy lesz, hogy esetleg egy kis időt ott töltünk. Akár nos, akkor ezt kívánom. Szükség van rátok, úgyhogy jó munkát mindenhez. Lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felől. Lesz. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések, Énekes Lajos volt a vendégünk, témánk pedig mi más, mint a jégkorong. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!